Az Ady Endre Technikum Szekszárdon több, 5 éves technikusi és 2 éves duális szakképzést is nyújt a tanulók számára. Mind a 8 ágazatban, amit a technikum tanulói elsajátíthatnak, adott a lehetőség a duális szakképzésre is. A képzésnek a két része, az ágazati alapvizsga, illetve a szakmai vizsgáról felkészülési szakasz, az megmaradt ebben a 2 éves képzésben is. Ez időben úgy oszlik meg, hogy az első fél év arról szól, hogy megtanulja a tanuló azokat az ágazati alapkészségeket, amik alkalmassá teszik őt arra, hogy a szakmát megszerezhesse, hogy a szakirányoktatást megkezdhesse. Ez a sikeres alapvizsga, ami általában az első fél év vége felé következik, ez szakmája válogatja egyébként, hogy ez most éppen december vége, vagy január közepe, január vége. Ez ugye alapfeltételét adja annak, hogy utána duális képzésbe csatlakozhasson. Így a tanulók jelentkezhetnek többek közt akár szépészeti, erős áramú elektrotechnikusi, gépgyártás technológiai, gépjármű mechatronikai, illetve informatikai szakokra. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek a érettség utáni képzésen résztvevő tanulók ugyanazt a szakmai színvonalat és szakmai képzést kapják meg, mint azok a technikusok, akik az 5 éves képzést töltik nálunk, hiszen a szakmai vizsgában nincsen különbség, a szakmai vizsgának az eredményeiben sem lehet különbség. Ha egy szakember, akkor az mindegy, hogy mennyi idő alatt szerezte meg ezt a végzettséget. A diákok nagyobb része más intézményben tette le az érettségi vizsgát, azonban a korábbi technikus tanulók egy része visszatért elvégezni a duális képzést is az iskolában. Maga a képzés ugye úgy indult, hogy a fél évben töltöttünk az iskolába az alapvizsgáig, ott bizonyos tudást kaptunk, hogy ki tudjunk menni a gyakorlati helyekre dolgozni. Természetesen eleinte elég nehéz volt belerázódni a dolgokba, mert teljesen más szituációként dolgozni a terepen, mint bent a pad fölött megtanulja a dolgokat, de most már így egy év elteltével már önállóan is tudok munkát végezni. Az intézmény célja a jövőben is reagálni a diákok változatos igényeire és érdeklődésére, és segíteni nekik az általuk választott pályán való sikeres előrehaladásban.